Zene és táncos színpadi előadással kezdődött a második alkalommal megrendezett a fagyatékkal élők művészeti csoportjainak találkozója és társszervezeteinek közös kreatív kiállítása a Nyíregyházi Esélycentrumban. A rendezvény célja, hogy a résztvevő fagyatékossággal élők megmutathassák, az eltett egy évben milyen fejlődésen mentek keresztül, és milyen kreatív, fejlesztő és felkészítő munkát végeztek az intézmények szakemberei. A megyéből számos egyesület készült produkcióval az eseményre. Kisvárdáról, Csengerből, Ökörítófülpösről, Nyíregyházáról, Magdaléneum és Évfolyész Mozgássérült Egyesület. Tehát a társ egyesületeket meghívtuk, aki tudott, az igyekszik eljönni, most részt is vesz, sőt egyénien is lesznek az ifjúsági csoportban, Medibol labda bemutató, meg hát kiállítás is van, amit meg lehet tekinteni. A Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárdáról érkezett. Nagy izgalommal várták a mai eseményt, ők színpadi műsorral készültek a találkozóra. A rendezvényre a fiúk és egy lány kíséretében egy tánccal készültünk. Mindig nagy szeretettel várják és fogadják, hogyha bárhova elhívnak bennünket. Nekik ez a mindennapi életben nagyon fontos. Nagyon nagy izgalommal jöttek, nagyon várták most is, hogy jöjjünk. A találkozóval egyidejűleg egy kreatív kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, ahol az ellátottak által készített ékszereket, karácsonyi díszeket, rajzokat és verseket mutattak be. Abai Anita egy éve ír meséket és foglalkozik rajzzal. A Napos Oldal Sérült Emberekért Egyesület pályázatának keretein belül 163 meseközül a Nyíregyházi lányi is helyet kapott a Napos Mesék című mesekönyvben. Egy olyan mesét kellett írni, aminek az egyik főhőse az valamilyen fogyat. Tékkal él. És az én mesém, az két, mindkét szereplője fogyatékkal él, egy kisfajúról szól, akinek eltörött a szárnya, és kóborul az erdőbe, és akkor kijut teljesen az erdőből, és akkor össze fog találkozni a városban egy kislánnyal, aki árva és bicebóca is lesz, és majd az ő kalandját fogom végig leírni, hogy miken mennek keresztül, mert milyen nehézségeken, és akkor a végén pedig happy end-el fog majd végződni. A találkozón elhangzott, az ehhez hasonló találkozók mellett az is fontos, hogy az egészséges emberek más területeken és programokon is találkozzanak a fogyatékkal élőkkel, így lássák, megismerjék és elfogadják őket.